Gábor, te annak idején nézted a Három kívánságot? Ne viccelj, ki az, aki nem nézte a Három kívánságot annak idején? Ez egy más média környezet volt, tehát hogy nagyjából mindenki tudta, hogy a másik is azt nézi, amit ő. Ez ugye ilyen Dallas közösségi élmények és hasonlók. Tehát nem volt olyan, hogy valaki elkezdett beszélni valamilyen kulturális eseményről, és másik nem tudta, hogy mi az. Állandóan, tehát hogy persze. Pont ezen gondolkodtam egyébként, amikor így már tudtam, hogy ide fogok jönni, hogy ez mennyire érdekes helyzet, mondjuk Tibi bácsinak is, hogy az ember valamilyen munkát végez, és ezzel a munkával olyan embereknek a millióinak a szocializációjába épül be, akikről nem is tud semmit. Miközben ezt mindannyian tudjuk, akik voltunk gyerekek, és a legtöbben voltunk gyerekek, hogy ezek az impulzusok, milyen mondatokat hallottunk, milyen kulturális termékeket fogyasztottunk, ezek valahogy visszhangoznak egész életünkben az agyunkban. Neked mi visszhangzik, mondjuk elsősorban, mi az az emlék a Három kívánságból, ami biztos, hogy megragadható? Hát én mondatokat tudnék mondani, de nem csak a Három kívánságban, ne csináljunk úgy, mintha csak a Három kívánság persze lett volna. Én, amit ilyen zombiként néztem nagyon sokat, és ez mából visszagondolva megint egy nagyon furcsa dolog, nehéz elmagyarázni egy 20 évesnek, az Elektor Kalandor volt, ahol nekem kétségeim vannak a dolog technikai hátterét illetően, hogy lehet telefonról nintendozni, de hogy az nagyon megmaradt, és most szerintem arra utalsz, hogy hoztam egy ajándékot egyébként Tibi bácsinak. Igen. Tehát az a mondat, hogy az ajándékok között ott van a burágó, nem buburágó, hanem burágó. Igen. Ez így álmaimban néha visszatér. Tehát annyit hallottam. Úgyhogy engedje meg, Tibi bácsi, hogy ezt a kis ajándékot átadjam. Ezt gondoltam, hogy egyszer te kapjál ajándékot a gyerekekkel. Hát, nagyon szépen köszönöm. Sejtheted, hogy mi lehet benne. Igen. Nagyon köszönöm. Megmondom őszintén, hogy a Elektor Kalandor technikai része volt, hogy találkoztam egy ilyen csapattal, akik értettek ehhez. És egy olyan szerkezetet csináltam, hogy ki kellett vinni a lakásra, a telefonon volt, be lehet kapcsolni, és úgy lehetett a képernyőn ezt életre kelteni, tehát a srác otthon ült az fotelba, és akkor nyomogatta jobbra-balra. Két hónap múlva megjelent a mobiltelefon a világon, és elsöpörte az egész technikát, tehát az óriási volt, több ország érdeklődött és szeretett volna ezt csinálni, szóval hogy otthon, csak ugye mindig úgy kezdtem, emlékszem, hogy élőadás, hogy megérkezett a gép, igen. Ott van, igen, hát nincs akkor, én nem tudok, volt egy tartalékanyag, amit beteszünk, vagy valami, de hát akkor a Elektor Kalandor az akkor minden nap, hát szóval ez egy eléggé komoly élő volt. Ha már a Gábor utalt rá, hogy nem csak a Három kívánság volt veled kapcsolatban, téged a szokott bántani, hogy elsősorban mondjuk 100-ból 98 embernek a Három kívánság jut rólad eszedbe semmint más? Hát nem bán, mert ugye ez volt, ha mondjuk van valakinek főműve nekem, 16 évig ment a televízióba, akkor az én nagy dolog volt, hogy 16 évig megy egy műsor, az akkor jön, de úgy érzem, hogy a Három kívánság azért volt sikeres, mert abban volt hideg-meleg víz, én úgy hívom. Tehát, hogy kultúra, politika, én ezt mindig úgy vettem, hogy szikora után mindjárt szavalt egy Baranyi Feri verset a gyerek, utána két négykezes a Kocsis Zolival a Zeneakadémián, és én mindig arra mentem, hogy ilyen különleges helyzeteket. Az volt a másik, amire nagyon figyeltem mindig, és nagyon szeretem, közönség előtt. Tehát kimenni pofátlanul egy ilyen koncerten. Jó estét kívánok, bocsánatot kérünk, hogy egy picit hosszabb lesz a koncert, mert a Három kívánság, el szeretnél együtt vezényelni Lacika, amit tudom én, azt a szimfóniát. Már a közönség. Tudod, a színház örök törvénye, ha valami rendhagyó dolog történik, bár érdekes az embereknek. És akkor utána vezényelt, hát komolyan mondom, úgy tapsoltak. Egyszer a Csárdás királynőbe egy kisgyerek a Terongyos életet akart elének az Oszfat Marikával. Hát olyan siker volt, hogy állva tapsoltak, és a színetár volt az igazgató, akkor szóval nem lehetne minden nap ezt megcsinálni, mondta. Mert tényleg egy olyan felfokozott hangulat keletkezik, amikor rendhagyó dolog, és ez olyan ez a legnagyobb boldogság, ami ez sikerült elérnem. Bocsát, lehet nekem is egy kérdés? Nem akarom elvenni a kenyeredet, de... Jó, persze, mert én pofázni tudok. Rengeteg adás volt, több száz gyerek keresztül ment a kezdetben. Volt olyan alkalom, ami jó ötletnek tűnt kezdetben, és aztán megbántad, mert valahogy rosszul sült? Nem, inkább az, hogy nem lehetett technikailag lebonyolítani. Például óriási dolog volt, hogy egy kisfia Stevie Wonderrel együtt akart zongorázni. Hát két fehér zongora, minden be volt készítve, a sportcsarnokban mekkora lett volna Stevie Wonder, és a kisfiú elaludt. Oh.
Tehát nem tudtuk, hogy a vak embereknek is életritmusuk van, igen. És nem tudtuk fölkelteni. Képzeld, ott állt a Stevie Wonder, ott aludt a gyereké. Hát szóval azt mondtam, ilyen helyzet nincs, ami tényleg. És ez elmaradt a kérdek szerint. Végig bőgtem a kocsiba, érted, 3 hónap szervezés volt, mindent elintéztem, hogy egy ilyen váratlan dolog. Effektíve bőgtél, tényleg? Effektív bőgtem. Tehát hát egy ilyen szakmai kudarc ennyire ki tudod borítani? Én ki tudod borítani, mert én szívvel élekkel a gyerek mellett voltam, meg büszke voltam, hogy mindig ilyen szituációt, tehát azért 2 fehér zongóval a Stevie Wonder zongorázik egy vak kisfiúval, azért az a világban is jó poélet. Fordított esetben is meg tudtál hatódni? Tehát ha valami nagyon szépet hoztatok létre a 3 kívánságban? Igen, az rengeteg volt. Mindenki azt hiszi a nagy dolgok, de a kis dolgok. Tehát egy kisrác azt kérte, nem evett banánt, és menjünk valahol sarkad mellett volt, és akkor elmentünk reggel a Délker, akkor az volt egy minibusz banánt levittünk a népboltnak, ugye, hogy ők arulják, de már reggel 5 kosorba állt a falu, képzeld el, és lementem, és ott álltak az emberek, és ott állt elől az a kisrác, és akkor megkapta az első banánt, és néztem, és a tömeg így nézte, és megmondom, tetszene kapni, hoztunk eleget, mondtam, és próbáltam egy kicsit a népfia lenni, hogy most azért itt lesz egy kis közös akció, és a banán, ez olyan megható volt számomra, egy ilyen, hogy egy banánért majdnem összefutott az egész falu. Tehát a szép pillanatok, azok mindig nagyon fontosak. Hát ebben a legnagyobb volt a vak kislány, a Cserhalmi Gyurival, aki együtt szabalhatott, a vak kislány. Tudtuk, hogy szeret, és odajött, és ugye hát mondtuk, hogy Andikó, hoztunk egy olyan vendéget, akit te nagyon szeretsz. Találtuk, hogy ki az. Hát nem tudom, hogy igen. És akkor megszólalt a Cserholm az jellegzetes hangán, a szervusz, Andiko. És a kislány, Cserholmi György, mondta, de ahogy, szóval ezek operatőr bőgött, a Cserholmi bőgött, én bőgtem, még most is könyvbe lábad a szemem, egy ilyen pillanatok, ezek érdemes élni, az ember műsort készít, igen. Gábor, te az a fajta gyerek voltál, aki mondjuk írt is volna Tibi bácsinak, ha van valami kívánsága? Tehát eszembe nem jutott soha. Egy picit más volt szerintem akkor a tévéhez való viszony. Tehát, hogy tévében szerepelni, az akkor különlegesnek számított. Ma már szerintem nem az. Te nem voltál ilyen szereplős gyerek? De a saját kis köreimben az voltam. Uh-huh. De nem mániákusan. Tehát a feleségem például egy exhibicionista ember, ő pont tegnap vallotta be nekem, hogy kivel is? A Komár Lászlóval szeretett volna táncolni, és mindig tervezgette, hogy ír neked, és akkor ezt talán el tudod intézni, de valahogy nem jutott el soha, és ez egy soha, és ez egy nagy hiány az életében például. Nekem az eszembe nem jutott, hogy én nem tudom, szerintem féltem is volna tőle. Féltél volna? Persze, igen, igen. De a nyilvánosságra nem vágysz ön különösképpen, ugye? Kicsit sem. Kicsit sem. Nem. Én amikor először elmentem egy politikai elemző céghez, és ott felvettek, nagyon fiatal voltam még, egyetemista, akkor az első interjú megbeszéltük, hogy én egy dolgot semmiképpen nem szeretnék médiába menni és szerepelni. Miért nem? Ennek sok oka van. A 2000-es évek elején volt a politológus hallgatók nagy részében, lehet, hogy most is van, egy ilyen felosztás, hogy van a komoly politikatudomány, és van ez a média politológia, ez, ahogy a Debrecen József mondta, a Bakerit politológia, hogy bemész, és akkor nulla információból aktuális eseményeket kommentálsz, ne adj Isten valamilyen pártot szolgálsz közben, és ezt úgy nagyon megvetettük. Én egy dolgot tudtam, amikor az egyetemen jelentkeztem a politológiára, hogy én biztos, hogy nem fogok médiában szerepelni. És aztán, ahogy mondani szokás, történelmileg úgy alakult, hogy hát szó szerint bele lettem erőszakolva abba, hogy néha el kell menni médiába. Már aztán, ki által lettél bele erőszakolva? Jó, nem erőszakolva, de hosszas győzködések, vitatkozások árán. Ez az akkori főnököm, Magyar Kornéli, a kiváló, most már pályaelhagyó politológus, aki vezette a mi cégünket, a Progresszív Intézetet, és egészen egyszerűen nem volt elég ember, aki mehet médiába. Meg volt olyan, hogy valami miatt azt mondták, hogy én menjek, és ez egy hosszú háború volt, tehát sok sértődés és harc árán végül elfogadt az ember, és aztán, ahogy idősödik az ember, egy kickit szerintem máshogy viszonyul ehhez, tehát nem a bohóckodás részét látja feltétlenül a szereplésben, hanem azt, hogy van egy olyan társadalmi felelősségvállalás, a nyilvánosság felé közvetíteni valamit, ami ezzel jár, hiába nem szereted, és csinál a helyet. Tehát szombat reggel ki az az idióta, aki bejön a rádióba, és majomkodik a helyet, hogy otthon, nem tudom én, olvasna, vagy a családjával lenne. De neked minden szereplés a mai napig egy kicsit
megerőltetéssel jár? Tehát ki kell bújnod a bőrödből? Szerintem ez nem megerőltetés, mert hát az ember hozzászokik, ezt te tudod a legjobb, ti tudjátok a legjobban, hogy egy idő után nem érzed szereplésnek, csak egy beszélgetésnek, csak mindig lenne jobb dolga az embernek, szerintem. Mitől vonja el például a szereplés a te életedben a fókuszt? Vagy mi elől? Én viszonylag sokat dolgozom, keveset vagyok a családommal, és keveset tudok olvasni, ami nekem egy nagy fájdalom. És ma reggel például, szégyeld magad, az lett volna, hogy én az egész délelőtöt átolvashattam volna. Gyerek a nagyszülőknél, asszony dolgozik, és lehetett, befejezhettem volna egy nagyon jó Mészöly Miklós kisregényt, de itt vagyok, és veletek csinálok fűnyét magamból. Hát én köszönöm a lehetőséget. Köszönjük. Tibi bácsi, te nem voltál ilyen megszeppen gyerek, ugye? Tehát te az voltál, aki állandóan szerepel. Hát igen, akkor kezdtem, amikor egész pici voltam, elvittek. Ki tudtam állni, mesélni. Tehát ezt utána a rock koncerteken is nagyon tudtam hasznosítani. Nem voltam zavarba, kitettek a színpadra, leesett a függöny, és én nyugodtan tudtam beszélni a rock koncerten is, meg akkor. És akkor 9 évesre elvittek engem egy táborba, Parácsasvára, mint jutalom üdülés gyerek, és akkor ott meséltem a gyerekeknek minden nap 2 órát fejből. Te színész akartál lenni? Hát igen, ez volt az eredeti tervem, hogy színész leszek, és azért nagyon-nagyon figyeltem a színészeket, és akkor ott voltam színpadon, és ha a politológiát tartunk, akkor egyszer csak revengbe jött ott a tanár, hogy itt van Rákosi elvtárs. Én nem tudtam nagyon, hogy ki az. Oda jött egy kopasz bácsi, és azt mondta, hogy kisfiam, rendesen tovább, legyél társadalmunk hasznos gyereke, nagyon szépen mesélsz. Ki az? Én nagyon jól mondtam. És akkor mindenki el volt ájulva, hogy ebből még jött egy ilyen, amikor a Kádárnak parodizáltam, akkor már a rockvilág volt, mert a rock koncerten nagyon egyszerű szerepem volt. Kimentem a színpadra, ha nem maradtok csöndben, nem játsszák le a Get Note-t. És akkor csend volt, mert a Get Note-t mindenki akarta hallani. Akkor jöttek a paródiák, ugye? Tehát kérem is élvtors, kérem is moral. Egy rock koncerten. Hát jöttek állandó, vittek a gyermekvédelmire, mindent kopogatattak a vállamon, és aztán egyszer egy úri bulin felléptem, ahol csináltam ezt a szokás paródiát, hogy és élvtől. Hú, ott is rohangálás, itt van Kádár elvtárs. Na mondom, hol a működési engedélye magam, na mindegy. És akkor bejött a feleségével, és gratulált, a felesége főleg, és mondta a Kádár, hogy én nem ismertem magamra, mondja nekem, mondta a feleség. Pedig így beszélsz, mondta neki. Na, lényeg, ez lett egy ilyen kis egy-két perces ilyen beszélgetés volt, és utána nem zavartak engem többet már a paródia miatt, érted? Akkor úgy elült a csatazaj. Ugye te bekerültél a színművészeti főiskolára, köszönhetően annak, hogy megnyertétek a Ki mit tudott. Igen. 2 évig voltál ott. Már a színművészeti főiskolán színettárosztályba járt. Te jó színész lettél volna? Most ezen töröm mai napig is a fejemet, találkoztam a Veszprém TV találkozón a színetárral, ugye ő akkor még a TV elnök helyettese volt, és óriási volt, és azt mondja, oda jött hozzám, olyan kedvesen pikért ember, mindig mondta, na, nagy sztár vagy mi, mondom, Mikloskám, neked köszönhetem, mert ha mondom, nem így történik a vállásunknak, mi Szolnokon Rómeó vagyok, és az nem biztos, hogy nekem akkora örömet okozott volna, mint ez. Szerinted neked ez lett volna a teteje a te pályafutásodnak? Tehát egy vidéki színházba jegyzett, időnként hát jegyzett szerepeket nézod, is? Akkor ez volt a perspektív, ugye a színművészetek kiosztották a vidéki színházakba, akinek szerencséje volt pesti színházhoz került, tehát itt nem tudtam, hogy nekem mi az útom, és mi az irányom, és hát ebből aztán ez lett végül is, hogy színpadon maradtam, közönséget szórakoztattam, tehát minden, ami egy színésznek szükséges, azt mind megkaptam, sőt, még a sikert is, mert hát az ember ilyenkor, ha úgy tudja, akkor úgy tudja magát hozni a színpadon. Most mindegy, hogy mint parodista, az pont is különben a színetár, hogy maga tehetséges, mondta, valami területen maga úgyis itt lesz, mondta. Tehát, és ez jó volt, mert tényleg ez lehettem volna dramaturg, operatőr, tehát valahogy itt maradtam volna az egészbe, aztán így a paródiával, ugye Benedek, Miki, Vallai Péter és én hárman vettek fel a főiskolára, nyertük szegény Péter, az már nincs közöttünk, Miki is most már ugye nagyon sajnálom, ez az elmúlt évek eseménye nagyon megrogyott,
és hát ez volt a híres paródia együttes, ezek voltunk mi. Épp a parodizáló képesség az elmúlik? Vagy tulajdonképpen te ugyanúgy tudnál? Elmúlik, ha nem fejlesztett. Tehát ha egész más irányba jár az agyad, parodistának mindig figyelni kellett, mindig valamit, rögtön poént mondta. Rögtön figyeled az összes nagy humorist, mindig mondja a poént, akár kérik, akár nem, beszélgetés közben, és ez elmúlt. Azt nem, hogy tudtam színészeket után, még a Kabos Gyulányát, én úgy tudtam utánozni, hogy mindig ez nem múlik el. De hogy a poénrendszerek, és például a mai poénrendszerben nem is tudok belecsatlakozni ez a mai figyelemet. Próbálok néha ezeket a régi poénokból, de látom, hogy nem nagyon durrannak. Nem nagyon durrannak? Nem nagyon durrannak. Nem, ez valahogy egész más lett. Egész más lett az egész. Azt menet közben tudja az ember, vagy hogy viszonyul ahhoz, amikor rájön arra, hogy hát ez tolba maradt. Ezek a poénok tolba maradnak. Tehát azért az úgy nem lehet egy jó érzés. Nem lehet egy jó érzés. Most ez volt a 3 éve a rádiókabaréba felkértek, a retro kabaré volt, és poénoztam, és csomó régi bevált poén, nem jött be, néma csend volt. Hát, az a halál, nem? Az a nagy az halál. Az a halál, csak én ugye nem, akkor nem ezzel foglalkoztam, hogy parod, de az ciki lett volna, ebből élek, és látom, nem reagálnak. És ilyenkor te küzdöttél, mint Malacza Jégen, azt mondtad, hogy na még egyet ráteszek, na még egyet ráteszek, nem, na még hát, egyet. Hát úgy is kivágod, de mondom neked azért el. Akkor ugye a káromkodás az ma mindenhol bejön, érted? És amikor már láttam, hogy nem, jöttem, hogy olvasni kell a rádiókat, mondom, a kurva anyát, 2 lapoztam, mondtam így. Hát ki tört a vizé, örjöngés a nézőtére. Persze kivágták a rádióba, de ma valahogy ez a poén, nem tudom miért, de az én időmben azért a Kellér Dezső, meg ez a vonalak, ezek poénok voltak, tudod, hogy egy Kellér Dezső, az a 50 éves koromban kimentem Amerikába, olyan jó éreztem magam, hogy elhatároztam, hogy minden 50 évbe kimegyek. Na most ez nekem poén, ezt bárhol el tudom mondani. De anyád, meg Balaga, meg... ez nekem valahogy úgy nem poén, és a közönség se veszi. Hát a személyem átvitte a dolgokat, mert vendég voltam, meg minden, pár ilyen színész utánzás, az nagyon jól sikerült, szóval nem égtem, sőt annyira, hogy meg is hívtak a következő adásba is, de már éreztem, hogy ez más, ez most már más. Gábor, a te esetedben egyértelmű volt, hogy te politikai elemző leszel egész kiskorodtól fogva, vagy hogy lesz az emberből politikai elemző? Mikor dönti azt, hogy én ezzel akarok foglalkozni? Hát azt már mondtam, hogy a maga politikai elemzés az egy ilyen sodródás eredménye volt, tehát azt semmiképpen nem akartam. A politológia az úgy jött, hogy én egy ilyen klasszikus bölcsész családban nőttem fel, édesanyám orvos, édesapám történész, egyetemi oktató, és nekem az valahogy magától értetődő volt kisgyerekkoromtól, hogy vagy orvos leszek, vagy történelemmel fogok foglalkozni, meg hát az nálunk amúgy is egy mondás volt, hogy tisztességes ember az megtanulja a történelmet, de azt is lehetett látni, hogy sem az orvoslásból, sem az egyetemi pályából olyan nagyon jól megélni nem lehetett, úgyhogy nagyjából, amikor én jelentkeztem 2003-ban egyetemre, akkor ugye az utolsó 3 percben döntött el, egy kicsit beszélgetve a szüleimmel, hogy politológia az picit kapcsolódik a történelemhez, akkoriban volt szintén egy más médiatér, de akkoriban volt, hogy a lapozó című műsorban a Giró Szász András, Török Gábor, Lakner Zoltán, Debreceni József, ugye mindig megkapták kedden a szerdai, hiszem, szerdai lapokat. Heti lapokat. A heti lapokat, igen, és akkor elképesztően érdekes beszélgetések voltak, ugye ez egy új elemző generáció volt a Lengyel László, Kiri László ilyenekhez képest, és ez valahogy úgy nagyon tetszett nekem, és akkor az utolsó pillanatban, bár a politika egyébként nem nagyon érdekelt, azt gondoltam, hogy ezt meg kell próbálni, és hát így kerültem ebbe bele. Valamiben meg kell élni, nagyjából ez volt a mondás. Aztán az egyetemi képzés végére rájöttem, hogy igazából ez tényleg kicsit kapcsolódik a történelemhez sok szálon, és hogy ez engem nagyon-nagyon-nagyon érdekel. Már melyik része érdekel téged olyan nagyon-nagyon-nagyon? A politika ugyanúgy, mint a történettudomány, sőt, szerintem ugyanúgy, mint a teológia, vagy az esztétika, vagy bármi, az az emberről szól.
És az ember az nagyon sok minden miatt szerintem egy izgalmas létező. Igazából a világban szinte minden izgalmas, de az ember tényleg különösen izgalmas. És az, hogy hogyan működnek a cselekvésünk különböző terei, mire hogyan reagálunk, mi alapján döntette úgy, hogy mondjuk egyik pártot választott, vagy a másikat választott, hogy kimész az utcára, vagy nem mész ki, hogy támogatsz valakit, vagy nem támogatsz, hogy megszólalsz a nyilvánosságban, vagy nem szólalsz, meg ezek mind borzasztóan izgalmas rejtélyek, amiket izgalmas kibogozni. Azt nagyjából egész évben sejtem, hogy mikor jó egy pék, de mikor jó egy politológus, vagy egy politikai elemző? Szerintem ugyanakkor, amikor a pék, nem akkor, hogyha jó kenyeret süt, valószínűleg, bár az sem baj feltétlenül, hanem akkor, hogyha alázattal, autonómiával, igényességgel viszonyul a saját szakmájának a standardjaihoz. De a sikerének mi a fokmérője? A siker az egy más kérdés. Most azt kérdezted, hogy mitől lesz jó. Igen. Az nem feltétlenül esik egybe, bár vannak jó esetek, amikor egybe tud esni, de a sikerességnek ugye sokféle kritériuma lehet. Hányan követnek Facebookon? Ma az, mennyire a politológus esetén? Hát ma már egyre inkább, tehát láthatod azt, hogy politikai elemzők megköszönik a nem tudom, 30 ezredik lájkolónak. És ez számít, hát persze, hogy számít elérés. Tehát, hogyha te befolyásolni akarod az embereket, és sokan így tekintenek a politikai elemzés műfajára, hogy befolyásolni az embereket, akkor számít, hogy 3000-en ismerik a nevedet, vagy 30000-en. Neked nincs is Facebook oldalad, ugye? Hogy hát van? Nekem privát Facebook privát oldalam van. Úgy értem, de hivatalosul nem tudok. Dehogy is nem. Nekem semmilyen nincs, se azt privát, se hivatalos, semmi. Ami jön be a rádióba, meg minden, azokat úgy elolvasgatom. Mindig az van az emberben, hogy egy számomra ismeretlen ember, nem csak külsőleg, hanem agyilag is minden, én nem kívánok vele beszélgetni. Tehát lehet, hogy ez egy csúnya dolog, hogy gyakorlatilag az embernek megvan a maga élete, megvan a maga emberi kapcsolata. Ugye ezt egész fiatalon élveztem, hogy nagy rock koncert vezető volt, és ment az utcán, és akkor jöttek a szembe az emberek. Két fiú, itt a hülye Dévényi mondja, két csaj, jaj, de édes itt a Dévény. Tehát mindenki mondott, most ezt kapjam a arcomba a Facebookon, ilyenfajta megjegyzéseket, ami miatt rágódom. Tehát te rágódsz, az a típus. Rágódó típus vagyok. Hiába mondják a nagy tévés kollégáim, hogy mi nem nézzük a műsoromat, a saját műsorát nem nézi senki, a Facebookon nem, mindenki nézi. Mindenki. Nem is gondoltam volna, hogy te mint tudsz te rágódni. Mit? Mint tudsz te rágódni? Hát minden bohócnak az alaptézise, hogy szeressenek. Na most, ha valaki nem szeret, akkor én attól már megijedek, hogy nem szeret engem, vagy valami. És tudom, hogy ez semmi. Hát a Besenyei Feri bácsi mondta nekem, és a Tibikém azt mondja, egy a lényeg, fele szeret, fele nem szeret, akkor vagy népszerű. Ha ebből valamelyik hiányzik, már nem vagy népszerű. Kaptál sok elismerést, de a szakma az fanyalgott is egyszer mind, nem? Hát nézd oda, a sikeres, akik folyamatosan sikeresek, azokat nem mindenki szereti. Én először nagyon büszke voltam, hogy ez milyen népszerű műsor, csak azt átgondoltam, hogy hány embernek van műsora itt a tévébe. És az egy picit, akárhogy is veszük, féltékeny, hogy az ővé nem a legsikeresebb. De hát ez egy külön műsort érdemelne. És az furkáltak? Furkáltak? Persze, csak ugye nem tudták megfúrni ezt a műsort, mert ugye nem csak a konferálás volt, hanem az volt, hogy ezt meg kellett szervezni, azt ki kellett találni, hogy ez így szervezhető le. Vagy mondja, Zoltán Erikával táncol, azt bármelyik televíziós el tudta volna intézni. De ezeket a nagy, és aztán ugye azért csak színművészeti, csak József Attila szavaló verseny győzelem, az a lelkem, azért mindig tudtam olyanokat becsempészni a műsor, amely számomra mai napig is értékesek. Olyan nem volt, hogy hallottál egy olyan kritikát, ami rossz indulatú volt, ellened szólt, de megragadt benned, és azt gondoltad, hogy úristen, ebbe lehet valami? Rengeteget el is tettem a mám ezeket a kritikákat. Már ki mit tudnál kezdődött a Hegedűs László, nem a Népszabadság úgy kezdte, hogy egyáltalán érthetetlen a reneszánsz együttes kamerák elé engedése. Ezt mondta egy 18 éves gyereknek, tudod, akik most akartunk színművészeti, minden. Hát főhívtuk, és majdnem, hogy bocsánatot kértünk, és majd igyekszünk, és a középdönt aztán jó sikerült, és akkor ő
úgy kezdte a Népszabadságba, hogy akkor, hogy ugrásszerűen javult a reneszánsz paródia együttes a kritikát. Tehát... De későbbi során, amikor már profi szakember volt, akkor volt olyan, ami nagyon megsebzett, vagy elgondolkodtatott? Megmondom teljesen őszintén, úgy pörgött az életem, hogy annyira mélyen bántott, elolvastam, de túltettem magam, szóval annyira már nem mentem oda emberekhez, hogy jaj, miért tetszett írni, vagy nem tudom, már túlnőttem. Írtak, ezt írták, aztán tovább mentünk, tehát ennyi volt ebből. Gábor, említetted az új politológus generációt a 2000-es évek elején. Szerintem az tényleg egy nagy őrségváltás volt, tehát előtérbe került egy másfajta hangütésű, fizimiskájú, szóhasználatú politológus generáció. Ti egymás közti rivalizáltok? Van ilyen? A szerepfelfogás még nagyon fontos egyébként. Más szerepfelfogású generáció. Mert a politológusok között a legnagyobb konfliktusok azok nem a népszerűségben, hanem a szerepfelfogások különbségében szoktak megnyilvánulni. Tehát, hogy te hogyan tekintesz arra a tevékenységre, amit végzel a nyilvánosságban. Egy közösséget szolgálsz vele, a közösséget szolgálva, hogy a kettő nem ugyanaz, ismeretterjesztésben utazol, vagy politikai befolyásolásban utazol, mennyire teszed ki a lapjaidat, nyíltál a kártyáidat a tekintetben, hogy mit csinálsz. Abban, hogy most kit hívnak többet tévébe, vagy kit publikálnak többet, szerintem abban olyan nagyon nincsen, vagy legalábbis én nem tapasztalom a rivalizálást, ezek ilyen mellékes dolgok. Biztos van, akinek ez a legfontosabb, hogy felismerjék az utcán, kapjon rajongói leveleket, én nem tudom micsoda. Én ezt kevésbé tapasztalom. A politika az egy értékterített és tételbíró dolog. Te miben méred, vagy miben tartod számon az összehasonlítás szempontjait? Tehát miben hasonlított te magad össze a számodra számottevő politológusokkal? Én nem, őszintén mondom, én nem szoktam magamat összehasonlítani más politológusokkal, mások vagyunk, meg szerintem nekem sajátosak a céljaim. Amikor más kollégákat hasonlítok össze, akkor nekem a legfontosabb az, hogy az illető autentikus-e. Nekem van egy olyan mániám, hogy egy ember hogyan él a szabadságával. A szabadság az egy izgalmas dolog, hogy te lehetsz gazember, és lehetsz altruisztikus, önfeláldozó, másokért dolgozó valaki, akinek van egy hivatása. Te csináltad jól a dolgodat, és csináltad rosszul, csináltad rutinból, és készülhetsz mindenre úgy, mintha először lépnél ki a színpadra. Tehát az, hogy te mihez kezdesz a szabadságod, az szerintem egy borzasztó izgalmas, és hogy a szerintem egyszer neked adatott emberi életet, azt elpazarlod-e üveggyöngyökre, vagy pedig tényleg valamit el akarsz érni, akár úgy is, hogy tudod, hogy nem lesz végső sikered. Én ez alapján szoktam megítélni, nem csak a kollégákat, általában az embereket, hogy hogyan élnek azzal a szabadsággal, ami egy óriási felelősség, és egy kicsit riasztó felelősség. És hogy kell jól élni vele? Hát azt nem én fogom megmondani, hogy hogy kell jól élni te vele. Szerinted, a te értékrended szerint? Az én értékrendem szerint, vagy inkább a nem tudom, ontológiai előfeltételezéseim szerint, ez tényleg egy elég gyorsan elmúló élet, aminek szerintem a végén nincsen számadás. Nincs számadás? Szerintem nincsen. Lehet, hogy van, tehát ebben én nem fogom kimondani a végső ítéletet. Számomra arra fele mutatnak inkább az érvek, hogy nincsen. De az, hogy te ebben az életben hogyan éled meg az adott pillanatokat, és a végén hogyan tekintesz vissza rá, és nem utolsó sorban, hogy hogyan fogsz arról beszélni a gyerekeidnek, és a gyerekeid milyen kérdéseket fognak feltenni neked, szerintem az számít, nem azért, mert a pokolban vagy a mennyben aztán ennek meg lesz a büntetés, vagy nem tudom micsoda, hanem mert most vagy itt. És nem mindegy az, hogy hogyan nézel tükörben, hogyan nézel a környezetednek a szemébe, és hogyan nézel a gyerekeidnek a szemébe. Most mennyi idős a lányod? Másfél éves múlt nemrég. És te hogy fogsz, vagy hogy mesélsz már e tekintetbe, ha szóba jön bármilyen komoly téma, vagy mi az a filozófiai örökség, amit ilyen értelemben te ráhagynál? Egész biztos, hogy nem fog filozófiai örökséget ráhagyni. Én azt szeretném, hogy tudjunk őszintén beszélgetni dolgokról, és ne arról folyjék a vita, hogy na de ezt értettettem, hogy tudjál olyan iskolába járni, és el tudjunk menni külföldre. Tehát, hogy ne köpjél szembe, mert hogy erre volt szükség ahhoz, hogy pénzünk legyen. Tehát én ezeket a beszélgetéseket nem szeretném lefolytatni. Amiben az a viccesebb, ezen nemrég kezdtem gondolkodni, hogy lehet, hogy olyan beszélgetéseket kell lefolytatni majd, hogy na de miért nem tetted meg, értem édesapám, hogy tudjak olyan iskolába járni. Tehát, hogy megfordítva, számon kéri esetleg, mert hallottam ilyet, azért mondom. Tehát, hogy hallottam olyat, hogy valaki, akinek a számára az integritása, az erkölcsi tartása volt a fontosabb, mint a pénz, az megkapta a gyerekeitől, hogy na de neked családod volt, és nem csak magadért tartozó felelősséggel, ami egy érdekes dilemma. Nagyon. És egyelőre én ebben nagyon fafejű vagyok.
Milyen értelemben? Olyan értelemben, hogy nekem még mindig előrébb való az az állítás, hogy szeretnék tudni a szemébe nézni a gyerekemnek. Azt nem tudom, hogy az ő értékrendje milyen lesz, mit fog nekem tőlem kérdezni. Azt tudom, hogy én mi alapján nézek, vagy nem nézek a más embernek a szemébe. Az egyik rádióműsorban azt mondtad, vagy pontosabban nem is te mondtad, hanem a riporter, aki megismerte a te kislányodat, és azt mondta, hogy ilyen kiegyensúlyozott gyereket ő még nem látott. Hát mondjuk ki a nevét, Fiala Jánosról beszélsz, akivel van nekünk egy szorosabb kapcsolatunk, innen is üdvözlöm nagy szeretettel. Igen, ezt mondják. Én azért nyilatkozom ebben óvatosan, mert minden szülő szeretné azt gondolni, hogy az ő gyereke az első és utolsó és legkülönlegesebb és legkivételesebb. De nem te mondtad, hanem János mondta. Igen, csak ilyenkor az ember sose tudja, hogy az egóját akarják etetni, vagy hajlamos arra, hogy ezt felnagyítsa ahhoz képest, mint amit egy ilyen kommunikációs szituáció kínál. Szerencsére egyelőre olyan visszajelzéseket kapunk bölcsödéből is, környezetünkből is, hogy ez a gyerek egyelőre nem egy nagyon depressziós gyerek. Nem lenne baj, hogyha az lenne. Tehát, hogy ez hozzá tartozik az emberi élethez. Én ettől félek, hogy amikor ő találkozik az emberi léttől elválaszthatatlan szenvedésekkel, akkor én hogyan fogok ezzel megküzdeni, nem is ő, de mi azon igyekszünk az édesanyjával és a tágabb családdal, hogy nem lehet eléggé elkényeztetni egy gyereket érzelmileg, én azt gondolom. Sokféleképpen el lehet rontani egy gyereket, túl szeretni szerintem nem lehet, és szerintem az sem probléma, hogyha egy olyan általános kommunikációs közeget mutatunk neki, amiben az erőszak, a verbális erőszak, a másik meg nem értése, a kommunikáció hiánya, az elfojtások, stb. Ezek határozzák meg a légkört, mert ezt a gyerek iszonyatos, ez egy közhely, de akinek gyereke van, az át is éli, hogy a gyerek az mindent nagyon gyorsan dekódol és megért, és hatással van rá. Azt mondod, hogy azt nem tudod, hogy amikor szenvedésekkel, emberi szenvedésekkel, vagy problémahalmazzal fog majd találkozni a lány, azt te hogy fogod kezelni? Szerinted hogy? Rosszul. Tehát, hogy én tudom az agyammal, hogy a szenvedés az sok szempontból az a létezésnek a lényege. A civilizációnk részben a szenvedésre való reflexióra épül fel, a vallások, az irodalom, a művészet. De hogyha valakit annyira szeretsz, mint a gyerekedet, és én ezt akkor tudtam, amikor lett gyerekem, hogy mennyire lehet szeretni valakit. Előtte ezt nem tudtad volna elképzelni? Szerintem ezt nem lehet. Én megkockáztatom, hogy én képtelen voltam rá. Tehát az, hogy te szavakban hallasz valamit, hogy az életedet adnád valakiért, meg a legfontosabb, meg nem tudom, az egy mondás, de hogy nem élted még át, mert nem voltál abban a helyzetben. Mi azt szoktuk mondani a feleségemmel, hogy ha tudtuk volna, hogy milyen jó dolog a gyerekvállás, sokkal korábban belevágtunk volna, és ez lehet egy kicsit részben a népességfogyásnak az egyik oka nagyon sok közül, hogy az ember csak akkor tudja meg, hogy ez milyen jó dolog, meg érzelmileg mennyire gazdag dolog, amikor belekerül, és nem lehet elmagyarázni neki előtte, ami egy nagyon furcsa paradoxon. Tudsz is mondani egy olyan példát, hogy Filipov Gábor a lány megszületése előtt mit nem tudott volna magáról elképzelni, noha a megszületését követően minden olyan magától értetődő lett, hogy te magad lepődtél meg rajta, hogy a büdös életben. Ez nekem hogy megy ilyen természetesen és evidens módon? Szerintem a legkézenfekvő, nem tudom, hogy meg tudsz erősíteni ebben, az az, hogy ahogy viszonyulunk, főleg a mi generációnk a gyerekvállaláshoz, ahogy ezt áldozathozatalként, lemondásként, nem tudom miként éljük meg, és ezt nem érzed szerintem. Nyilván sokat számít a szociális háttered, milyen közegben élsz, mennyi pénzed van, én nem tudom, mi ebben egy ilyen közepesen erősen szerencsés család vagyunk, tehát nem probléma az, hogy kifizetjük-e a kiflit a gyereknek aznap, vagy ilyesmi, tehát ez sokat számít, az biztos, de hogyha ezt zárójelbe tesszük, akkor azok, amikről le kellett mondanunk, azt nem érzed lemondásnak, mert annyival gazdagodott az életed. Ami számomra még fontos, hogy másképp tekintek a munkámra. Tehát én most ugye nem politikai elemző vagyok, hanem az Egyensúly Intézet nevű szakpolitikai agytrösztnél dolgozom, amelyik azzal foglalkozik, hogy a következő 10-20 évre megoldásokat kínáljon az országnak fontos problémákra. És ez sokkal kevésbé egy elméleti vagy szakmai kihívás akkor, vagy nem csak szakmai kihívás akkor, ha neked van egy gyereked, akivel ezt kapcsolatban azt képzeled el, hogy ő esetleg majd ebben az országban fogja leélni az életét, és azt szeretnéd, hogy dolgok, amik téged zavartak és zavarnak, azok már ne legyenek akkor, amikor ő lesz itt, hanem löki előre és támogassa az ország, amiben él az életének a pályáján. Ti bácsi, valamit akartál mondani az előbb, úgy láttam. Nem, hát csak arról beszéltem, hogy én ebben nagyon szerencsés vagyok, mert olyan műfajba kerültem mindjárt az elején, amely a legjobban a szabadságot jelképezi. Lássuk a szocializmusban, ugye a 3 T-ből
mit szenvedtünk, míg a tűrt karterogóriába fölverekedte magát a beatzene, és ezbe mindenki beleértve, Pataki Atitól kezdve, Bródi Jánosig, mindenki mindent megtett, hogy ezt a műfajt. Másik ugye, ha az ember kimegy a színpadra, akkor eltűnnek ezek a ideológiák. Jó zene van, rossz zene van, sikertelenség. Tehát ezt élt át az ember. A lányos apukákkal mindig úgy vagyok, kicsit pikírtem, mikor azt mondom neki, na majd, amikor először nem alszik otthon, akkor látnám a fejedet szívesen. 40 éves korában már nyugodtam. 40 éves korában nyugodtam. Hát ez az, érted? Te sokáig lehettél a lányos apák réma, nem? Nem, én a lányos, voltak ilyen rossz vicceim, hogy szép gratulál, megszületett a kislány, gratulált, van egy kérésem, szeretnék ott lenni a 18 éves születésnapján a fürdetésnél. Jaj! És akkor erre egy... Most rossz embernek a szemében néztél ezzel a viccel. Szóval nem ismertem mondani, ez egy nagyon rossz vicc, tudom, de én mindig úgy tartottam, hogy az apukák, akik elfogultak, pláne a lányukkal, ugye jönnek az élethelyzetek, és az élethelyzeteket hogy fogja megoldani. Két fiam van, tehát ebben a szerencsém van, de ugye nagyon későn, 40 éves koromban nősültem. Miért akkor? Hát addig volt négy menyasszonyod, nem? Négy menyasszonyom, gyűrűs menyasszonya volt, igen. És hát igen, ez is rossz vicc, tehát nem mondok már, ez egy komoly rádióműsor, hogy én a karikagyűrűt mindig eltettem, és akkor még nem voltak drága implantátumok, hogy berakadtam, amikor a fogorvoshoz mentem. Ezt nem mondott komolyan. De komolyan fogaranyom volt, és akkor ugye a nyelvemmel, mondtam, tehát gyakorlatilag elég morbid a helyzet, de akkor ugye mindent arra annyal oldottak meg a fogászaton, és ezért ez mindig külön dolog volt, hogy kellett szerezni ilyet. Így aztán de mi történt 40 éves korodban, hogy akkor döntötted el? Eljött a pillanat. Előtte gyerekekkel foglalkoztam, már ment a műsor, minden, és több barátom mondta neki, te hogy tudsz a gyerekekkel, amikor nincs gyereked? Nem tudod a napi problémákat, minden. És igazuk volt, és aztán jött egy nagyon nagy vágy, és akkor 40 évesen született meg a Dani, aki most már 33. Már csak egy mondat, csak hogy elvarjuk ezt a szállat, ezt a négy jegyességet általában te bontottad fel? Hát ezt az élet bontotta fel, ugye én akkor éjjel-nappal szerepeltem, volt olyan hölgy, aki jobban tolerálta ezt, volt, aki nem úgy tolerálta, volt, amikor én éreztem azt, hogy ez a kapcsolat engem nem fog előbbre vinni semmi, tehát én ezeket a dolgokat, és akkor az mindig úgy jött, és mindig egy okos férfi az úgy rendezi, hogy a nő szakítson, és akkor nincs utána nagy teher, hogy utána igen, nem, miért. Ja, te olyan rafináltan intézted a dolgokat? Igen, kicsit rafinált voltam. Hogy a csaj mondja ki a nemet. Igen, hogy ő mondja, hogy Tibikém, hát ez így. Te nem vagy itthon, állandóan minden. Te pedig sajnálkozó tekintetet széttetted a kezed. Igen, és jöttek a levelek, jöttek a telefonok, és kihez, és kezdődött meg. Mondom, senki, ha valaki lenne, nem itt ülnék. És aztán ez ugye elmúlt jött a Dani, és 53 éves koromban jött a Máté, tehát én nagyon-nagyon késő, de minden fázist végigcsináltam, tehát becsülettel. Nem ijedtél meg 53 évesen? De ott egy kicsit, meg szóval főleg akkor, amikor ment el az anyja, amikor ő bekakált, tehát egy gyakorlatilag ez mindig él, 53 évesen egy kis gyereket próbál. Szóval ezek a dolgok, de nagyon két frankos rác lett, tehát a Dani is, meg a Máté is. Nagyon szeretik egymást, és minden apa álma, hogy két fiú ennyire szeressek már az ember. A föntről néz majd a mennyországból, akkor már legalább egy pici örömmel legyen, hogy a gyerekek jó vannak együtt. Tehát a gyerekek azok nagyon fontosak az embernek. Az sem okozott benned valami fajta vívódás, hogy rágódást, hogy a válásotok után tudomásom szerint a nagyobb fiú veled maradt, míg a kicsi az anyukájával. Valahol ezt nyilatkoztad. Az fél évig nagyon-nagyon rossz volt, tehát megbomlott a harmónia, tehát gyakorlatilag, hogy a gyerek külön van, a nagy meg ugye az volt a baj a nagynál, hogy ő is már 20 felé járt. Tehát ő is utána elment. Tehát egyedül maradtam a nagy lakásba. Ekkor éreztem az, de hát elér minden emberi kapcsolat, nem akarok itt most nagy bölcsességet mondani nektek, elér
minden emberi kapcsolat olyan szintre, hogy nem lehet már folytatni, tehát nem megy, nem megy, és nincs, és nagyon helyesen mondják, nincs harag, nincs semmi, de nem ment tovább a kapcsolat, és így aztán most nagyon jóba vagyunk mindannyian, jönnek a fiúk, minden vigyáznak, apuka, vigyázzál, hozzák a marcipán kockát, mert tudják, hogy szeretem. Szóval ezek azért édes dolgok és jó dolgok az ember életébe. Te Gábor, az hogy van, hogy nem titok, hogy mi azért beszéltünk már mikrofonon kívül is, hogy azt én megfigyeltem, hogy nem nagyon van olyan történés úgy a világban, és ez lehet popkulturális, bulvár, nyilván politikai, színház, zene, amiről te ne értesülnél. Neked úgy kell elképzelni a napot, hogy 0-24-ben tulajdonképpen rajta tartod valamilyen módon a kezed a világ folyásán, tehát lett légyen irodalom, lett légyen a trash reality, te nagyjából egészében tudod, hogy mi történik. Ez egészen biztosan nincs így, tehát én biztos, hogy nem. Nagyon sok mindenről nem tudok, és ez egyébként szokott feszélyezni. A szokott feszélyezni? Igen. Nagyon sok. Itt voltál nemrég a Bot Miklós, aki igen. Szintén nagyon kedves barátom, az egyik legokosabb ember, akit ismerek, és ő elképesztően izgalmasan tud mesélni a folklorról, a népzenéről, a népzenek kutatástról, ami Magyarországon egy ilyen közhely szinten, jelszó szintjén valamennyire tudott, de egyáltalán nem ismert dolog. És amikor őt hallgatom, akkor például ez a szorongás elkap, hogy én erről mennyire keveset tudok. De az baj, ha valamit nem tud az ember? Szerintem akkor baj, hogyha abban érzed azt, hogy abban van izgalom. Tehát csak az lett volna a zárása ennek a történetnek, hogy én vadul elkezdtem most az utóbbi hónapokban folklorról, népzenéről, hasonlókról olvasni. Pontosan azért, mert semmit nem tudtam erről a történetről. És igen, ez engem zavar, hát meg fogok halni egyszer, és nem akarok úgy, hogy nagyon sok érdekes dologról nem tudok, miközben tudom, hogy nem lehet minden érdekes dologról tudni. De nem, egyáltalán nem érzem úgy, hogy mindenről tudnék. Tehát te olvasol a bulvárlapot is, meg tényleg nézel realitiket is, ugye? Igen, ezt nem fogom tagadni soha, abszolút. Abból mit tanulsz? Tehát a néplélekre vonatkoztatva valamit, vagy micsoda? Szerintem rengeteget lehet, tehát te, mint értelmiség, és nem csak én, aki tanultam, te is, máshogy viszonyulsz a politikához, sokkal reflektáltabban, más tudás alapján és más szempontok alapján döntesz arról, hogy neked egyik politikus szimpatikus, másik nem. És nagyon máshogy működik eltérő élethelyzetben élő embereknek a politikai látása. És mondjuk egy realityben, nem fogom most itt terjeszteni, hogy olvasás helyett nézzenek való világot az emberek, de hogy az ember... Mondjuk inkább úgy, hogy ezt egy kocsmában is meg lehet tapasztalni, tehát a való életben is meg lehet tapasztalni, de egy ilyen realityben is. Előjönnek azok a normatív dilemmák, tehát azok az ilyen értékválasztási utak, amelyek befolyásolják azt, hogy hogyan gondolkodik egy normális ember, aki nem a politikával foglalkozik a mindennapokban, a jóról és a rosszról, az alkalmasságról és az alkalmatlanságról, az erkölcsösségről és az erkölcstelenségről. A politikában az egyik legizgalmasabb dolog az, hogy hogyan ítéljük meg a morált. Annak a cselekvésnek a morálját, ami nem csak az én lelkiismeretemre és a lelki üdvömre hat, hanem egy társadalomra, adott esetben egy országra vagy egy kontinensre hat. Egy picit máshogy működik ez a fajta cselekvés, és ez már, amikor erről beszélek, ez egy ilyen hiperreflektált dolog, mert szembesültem ilyen másságokkal az életben, és elkezdtem gondolkodni rajta. A normális emberek ilyen dolgokon nem gondolkodnak, hanem azt mondják, hogy a politikus legyen hiteles, mondjon igazat, lehetőleg tudjon kétkezi munkát végezni, és tehát ezeknek a másságoknak az összehozása, vagy a megértése, azt szerintem egy politikatudósnak ugyanúgy a feladata, mint az, hogy ismeri egyébként a szakirodalomnak a legfrissebb fejleményeit. Tibi bácsi, olvastam, lehet, hogy láttam most, ezt nem is emlékszem pontosan, egy interjút veled, ahol te több ízben idéztél Márait, Petőfit, és az jutott eszembe, hogy vajon nem felszínesebbnek, vagy harsányabbnak gondolhat téged az ország annál, mint amilyen te valójában vagy. Ez lehetséges. Bár el kell mondanom, hogy ha Márai élne,
Biztos, hogy nem lennénk jóban, mert egész más világban gondolkozunk. Tehát gyakorlatilag én nekem az ő gondolatai, az ő értelme, az ő műveltsége lenyűgöző számomra, és ezt tudom bármire alkalmazni, ha olvasok egy Márait, vagy egy Márai idézetet mondok. De az biztos, ha így együtt lennék, hogy Sanyikám, eljössz ma, szikora énekkel jössz. Na most ezt a pillanatot nem tudom elképzelni. Szóval... ezért érdekes ez a dolog, tehát ezt teljesen ketté kell választani, hogy én mit szeretek, hogy szeretek, ki ilyen embereket, milyen irodalmat szeretek. Milyen irodalmat szeretsz? Én megmondom őszintén, hogy az irodalomban inkább a régebbi irodalmat szeretem. Tehát van egy nagyon szép könyvgyűjteményem, amelyre nagyon vigyázva tekintek, és a kicsi az lelkileg közelebb áll ehhez, hogy erre az egyre vigyázzál, hogy 100 év előtti könyv itt van, és ezt tudod, hogy mennyire. De aztán jönnek a csalódások. Van egy Pál utcai fiúk, első kiadás, Molnár Ferenc, sok szeretettel, barátom, Molnár Ferenc. Hát ezt eltettem minden. Hallom, hogy tanulják a Pál utcai fiúkat, mondom a Mátinak. Mátikám, itt ez a könyv. Ezt elhiszed a magyar tanárnőnek, ez össze fog esni, meglátja, kinyitja. Első kiadás, dedikálva. Szóval több mint 100 éves minden. Hú, azt mondja, apa, ez komoly. Csak én már levettem az internetre a tartalmát, mondtam. Tehát el se olvassa valószínűleg, tehát hanem nem, zazás. Tehát nem rázza meg, tehát nem azzal a érzésen nyúl hozzá, mint ahogy én nyúltam ehhez a könyvhez, és amit én gondoltam erről a könyvről, amit olyan nap is gondolok, hogy egy első kiadásos Pál utcai fiúk Molnár aláírással, hát ez ma is csodálatos dolog, és az irodalomban is így vagyok, tehát én nagyon szeretem a régieket, de azért most itt a inséges időben Thomas Manntól Dostojevszkijig elmentem mindenhol, mert ugye nekem Hegedűs Géza bácsot a főiskolán a drámatörténet, és az racsolt az öreg, és mondta, kérem szépen, három ezer könyvet kell elolvasni, hogy valaki alapintelligensnek érezze magát. Most mondta, akkor voltunk 20 évesek, na most rájöttem, hogy tényleg el kell olvasni. Te mennyinél járhatsz? Van erre nézve valami tipped? Mire? Hogy? Hány könyvnél? Hát most 1500 fölött. Annyit elolvastál, az hát rengeteg? Nem most. Tudom, de hogy életed során. Igen. Kábor, ha már azzal kezdted, hogy tulajdonképpen ha csak tehetnéd, mindig olvasnál. Hát néha ennék is meg. De azon túl tulajdonképpen... Elvinném a gyereket bölcsibe. De azért az olvasás, ami neked igazán a fő örömforrása? Szeretek, igen. Az örömforrás az pontos szó, tehát... Szoktak ilyen felületes olvasáshoz beszélgetéseken így felmerülni olyan kérdés, hogy miért olvas az ember, és én erre mindig csak azt tudom, tehát hogy lehet ezt racionalizálni, a Kosztolányinak van egy jó mondása, hogy nagyon sok embert megismerhet, meg vannak mindenféle ilyen standard válaszok, én azt szoktam mondani, hogy hedonizmusból. Hedonizmusból olvas az ember. Mert jó, tehát hogy tényleg arról van szó, hogy színesíti az embernek az élményeit, a tapasztalatait, hogyha neked, jól olvas. Neked szivacs agyadod? Tehát ezeket te megjegyzed? Mert... Hát olyan értelemben szivacs agyam van, hogy nagyon gyorsan kipereg belőle minden, és kiszárad újra. És lehet, hogy ez is benne van, tehát lehet, hogy ez egy a drogaddikcióhoz hasonló dolog, hogy nyilván nem marad meg az emberben, nem tudom, mennyit mondtál, 1500 könyvet olvastál, vagy 3000-et lenne, hogyha elolvas, nyilván nem marad meg benne minden. Te mennyinél járhatsz? Nem tudsz, fogalmad. Erre is. Akkor se válaszolnék, hogyha tudnám rá választani, tehát ez egy, bocsánat, nem téged minősítelek, ez butaság így közelíteni hozzá, tehát a Lőrincsel Lászlóval, Nemere Istvánnal, és a nem tudom, Véven Fébellel, meg ezekkel ki lehetne tölteni ezt a 3000. Tehát te nem ilyeneket olvasol. Könyvet. Én mindenfélét olvasok, tehát engem érdekel az is, hogy mitől lesz valami népszerű. Én most nagyon foglalkoztat az például, 100 éve született Mészöly Miklós, már említettem egyszer a nevét, én most ebben az évben elolvasok mindent tőle, amit kinyomtattak valaha, meg róla, mert nagyon érdekel, és szeretném megfejteni, hogy neki miért nincs például akkora kultusza, mint akár egy Nádas Péternek, vagy Kraszna Horkainak. Mert hogy érdeme és formátum alapján lehetne? Nagyon sok minden miatt lehetne, egy világirodalmi színvonalú szerzőről van szó, és nagyon
egyszerű lenne az a válasz, hogy hát azért, mert ő nagyon nehéz, és nincsen benne populáris kapcsolási pont, hát a Krasznahorkai az nem nehéz, vagy a Nádas Péter nem nehéz, Eszterházi. Az Eszterházit még megérted, mert tudsz belőle idézgetni vicces mondatokat. Miért van az, hogy van egy világirodalmi szintű szerzőnk, akiből az összes mai jelentős kortárs írónk származik, és valahogy még az értelmiség körében sincs neki kultusza. Bocsánat, ez most egy ilyen borzasztóan unalmas gondolat volt, csak arra akartam ráutalni, vagy utalni, hogy engem érdekel mindig az, hogy mások miért közelítenek máshogy jelenségekhez, mint én. De Mésző Miklós ugye azért főleg fordított. Tehát nem, bocsánat, hogy a Mésző Dezső. Jó, a Mésző Dezső, bocsánat. Hát, elszóltam. Mésző Dezső, bocsánat. Igen, aki szintén egy kiváló és nagyon furcsa figura. Igen. Mert az is nagyon fontos, ha valaki olyan író, hogy más regényekbe abszolút belemegy, és abszolút lefordítja, és minden. Tehát ez nagyon fontos. Bocsánat. Tibi bácsi, neked volt egy baleseted? Arról kérdezhetlek? Az a 80-as évek végén volt? 89-ben. Az pontosan hogy történt? Nem láttam ennek részleteinek nyomát sehol. Akkor mentünk le anyósomékhoz, Sajó keresztúra, karácsony másnapja volt, és óriási ködv, és átmentünk Kazincbarcikára, és aztán egy fiú lopott kocsival menekülés közben belénk szaladt. Mindenki szerencsésen megúszta. Én kaptam egy combnyaktörést, ami elég hosszú volt, majdnem egy évig kórház, többször korrekciós műtét, nem akarták, még fiatal vagyok, betenni a protézist, ez csak rá 10 évre sikerült. Akkor a másik lábam ugye megsínlettem, mert arra ment a terhelés, lett kalapácsú, azt nemrég operálták, de meg kell. Szóval elég sokat szenvedtem a végtagjaimmal, főleg a lábaimmal, és ez a baleset, hát ez is gyakorlatilag a Pataki, mivel Miskolci ott történt, ezt mindig elmondom neki, hogy ő volt az első látogató másnap. És akkor mondott egy nagyon jó dolgot, mert én akkor 200 fokon égtem, tehát akkor ment a 3 kívánság, ment a Nintendo, szóval minden élő adás, a reggeli csúcs, tudod, a naptévében, minden, szóval mentek ezek a dolgok, és azt mondta, hogy te lehet, hogy a sors azért küldte ezt, hogy állj meg egy picit. Tehát ezzel egy ágy parancsolt neked, és most visszagondolva a dolgokra, van benne valami. Szóval van egy pont mindig az ember, nem kell egy ilyen marha nagy baleset, de mindig kell valami, ami megállítja egy picit, hogy el tudjon mélyedni, akár úgy is, hogy át tudja értékelni, elemezni az általa olvasott vagy végzett munkát. Te, ha akkor nincs ez a baleset, akkor szerinted még nagyobb fordulatszámon pörögve. Igen. Örültem a sikernek, piszkosul, és akkor mindent elkövettem, már ágyból szerveztem mindent. Igen? Hát persze, feküdtem, képzeljétek el, Tőkés Lászlót is ott ért a baleset. És a 2 szobával arrébb, de hát akkor tudod, a szekusok miatt 50 őr volt minden, és egy kis, nyilatkoztam, és egy kisfiú írt, hogy hallottam, hogy ott tetszik fel, én református vagyok, és nagyon szeretnék a püspök úrra találkozni. És akkor én elkezdtem ott járni, az orvos, nem, hát ez nem ízni van. Mondom, beszéljünk a püspök úrra, ő benne van akkor. És azt mondom, szívesen, édes fiam, nagyon jöjjön a kisfiú, szívesen beszélgetek velem. És hát azóta az le is ment, és egy kórházba sántítva megcsináltam a riportot, de szóval ez a vadász szenvedély, ez bennem van. Ez jó szó, hogy vadász szenvedély, szerintem te nagy csibész vagy. Tehát így kihasználod ezeket a lehetőségeket? Leleménnyel, meg ilyen raffinériákkal. Hát nézd oda, újságíró szakmán egy kicsit csibésznek kell lennünk mindig, mert az nem, a sült galamb nem jön be. A sült galamb picit előre kell menni, és az már nagyon jó eredmény, a félúton találkozunk. Tehát én ezen törtem mindig a fejemet, hogy valami legyen, valami ebből mit lehet csinálni, ebből hogy lehet egy műsort csinálni, ebből igen, kis csibész is voltam. Végezetül arra gondoltam, ha már említetted azt, hogy te József Attila szalóversenyt is nyertél. Az nagyon meredek vállalás lenne, ha most azt mondanám, hogy gondold át bármelyik József Attila verset. Tudnál hát, most mondani egyet? Hát biztos, hogy nagyon meredek. Színész nyelvén akár, mit tudom, Latinovics. József Attila, gyermekkécettél.
mondjuk így el tudnék így egy verset, de ez megint akkor átmenne a paródiába. Mint hogy a paródiát se üzöm most már elég régen, azt is nagy szívesen vállok, így a versmondást is, pedig képzeljétek el, Radnóti Ikrek havát mondtam a színművészeti főiskolán. Nem tudná belőle csak valamit idézni? De annyira meghallgattam, hogy Dévényi Tibor hogy szaval, már komolyan, és nem egy állat mögé A Radnóti Ikrek havát mondtam, az nem vers, hanem kis novella részlet. Úgy, három napja vagyok néni, hát át kellett volna bennem. Ebben az volt a poén, hogy ezt elmondtam a színpadon, és egy szipogás a nézőtérről. És akkor fölállt valaki, kiment, lezajlottak az események, fölvettek, és kiderült, hogy Radnóti Miklós felesége, Radnóti Fanni ült a nézőtéren, aki franciát tanított a színművészetén, és az első órán mondta, szépen mondta Miklóst. Ez marad, akármi történik, ez megmarad nekem, mert ő is, József Attila Radnóti, a két kedvenc költőm volt, és gyakorlatilag örülök, hogy sikerült. Hát akkor, ami Gyarmati Fanninak megadatott, hogy hallotta Dévényi Tibor szavalni, az nekünk most ezek szerint nem fog, én minden esetben nagyon kíváncsi lennék rá. Dévényi Tibor és Filipov Gábor, nagyon szépen köszönöm, még ajándék is került Dévényi Tibornak. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen.